2018. január 26-a és 28-a között szervezik a harmadik Junior Nemzetközi Utánpótlás Kézilabda Kupát. A kupa elsődleges célja, hogy megmozgassa a Kárpát-medencének ezen régióját, a játékosokat, játékvezetőket és az edzőket egyaránt. Az ötletet a Célkupa Dunántúli testvérrendezvénye adta a megye szervezőinek. A kupa nem csak a kézilabda játékra fektet nagy hangsúlyt, hanem az úgynevezett Jump programnak köszönhetően a játékvezetőkre is, tette hozzá Vágó Ilona. A Jump játékvezető utánpótlás program egy egyedülálló olyan játékvezető utánpótlás program volt sokáig az országban, egyébként amit Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében indítottak el először. Felismerte a szövetség azt, hogy maga a játékvezetői keretben nagyon erős verseny van, és a saját játékvezetőinket úgy tudjuk támogatni, erősíteni, hogyha egy olyan utánpótlás programban, amelyben akár az elméleti, akár a gyakorlati tudásukra kiemelten figyelve, tudjuk őket segíteni az MKS-nek a lépcsőzetés rendszerébe való betagozódásuk. A megyéből elsősorban a Kölcsei, a Kisvárda és a Sportcentrum csapatait láthatjuk a küzdőtéren. Baracsi Endre kiemelte, a Junior Kupa nem csak a sportról, a baráti kapcsolatokról szól, erősíti a határon túli kapcsolatokat is. Nagyon fontos célja, illetve feltétele volt már a kezdetekkor a Junior Kupának, hogy itt mindenképpen szerettük volna erősíteni azért az országok közötti kapcsolatokat is, és hát mivel lehet a legjobban erősíteni ezt a kapcsolatrendszert, hát leginkább a sporttal, és hát a kézilabdára tökéletesen alkalmas, és most itt a magyar csapatok mellett román, ukrán és szlovák csapatok is részt vesznek majd, akik közül nagyon sok már visszatérő csapat, hát ebből is látszik, hogy azért ez a kézilabda torna, ez szakmai szempontból is egy nagyon nívós és egy nagyon elismert tornája már Szabolcs-Szatmár-Bereg megyének. A háromnapos kézilabda tornát Kisvárdán és Gyulaházán rendezik.